blues, játék, improvizációk, klasszikusok, jazz és crossover műfajban. Szentpáli Roland 7 év után ismét Nyíregyházán adott koncertet. A tőle megszokott stílusban, humorral, változatosan összeállított darabokkal és több saját kompozícióval érkezett haza zenész barátaival. Tulajdonképpen három emberre súly az a koncert zeneileg. Az egyik az Romhányi Áron, neki lesznek feldolgozásai, meg saját darabjai, itt játsszuk. Révész Ricsike, aki ugyanúgy egy frenetikus jazzzongorista, ő inkább ezt a latinosabb vonalat képviseli, neki ugyanúgy lesznek kompozíciói, és vagyok én. És akkor így tulajdonképpen a hármunk anyagaiból állt össze a koncertműsora. Roland mostanában sokkal kevesebbet utazik, mint korábban. Már 4 éve a Nemzeti Filharmonikusoknál játszik, ahogyan ő mondja, 50-50%-ban lép színpadra és komponál. Az élet hozza így. Tehát egyrészt vannak saját ötletek, amiket meg akartam írni. Tavaly előtt írtam egy nagy szimfonikus zenekari darabot, amit a belgrádi filharmonikusokkal mutattunk be tavaly júliusban, és ebben a koncertszezonban, tehát 2016-17-es koncertszezonban 5-ször játszom például a darabot. Játszom a Dohnányi Szimfonikus Zenekarral a Zeneakadémián, játszom a Székesfehérváriak a Székesvárban, meg Kaposváron, a Szegediekhez Szegeden, és pár napja vetődött fel, hogy a rádiózenekarral is eljátszhatnám a rádióban, élő egyenesben. Tehát tulajdonképpen az a jó, hogy mondjuk ez saját kútfő volt. Igazából nem, mert ezt is a belgrádiak rendelték, mert hogy ilyen extra hangszerek vannak benne, amiken én játszom, ezek a régi hangszerek. Ezen kívül svájci és amerikai produkciókban is részt vállal a művész.